Gólterápia. Minden csütörtök este 6-tól 8-ig. Kérdések, amiket máshol nem tesznek fel. Válaszok, amiket máshol nem hallasz. Labdarúgás minden mennyiségben. A műsorvezető Bíró Dávid. Gólzáporos szép estét kívánok mindenkinek, ez itt a Gólterápia az FM 92.4 Maxi Rádióban, a gólterapeuta ezúttal is Bíró Dávid, és a ma esti vendégem Sovonyi Tomás lesz, aki a Videóton csapatánál dolgozik utánpótlás edzőként, hamarosan vele folytatjuk, előtte egy picit elmegyünk zenélni. Ez itt mindig a Gólterápia az FM 92.4 Maxi Rádióban, én Bíró Dávid vagyok, és a ma esti vendégem Sovonyi Tomás, aki már itt is van velem a vonal túlsó végén, szervusz, köszöntelek a műsorban. Üdvözöllek is a kedves hallgatókat is. Nos, ugye jelenleg te a Videótonnál dolgozol, viszonylag korán, vagy viszonylag nem is olyan régen hagytad abba az aktív játékot, de már is komoly klubnál kaptál edzői pozíciót. Ez a szerencsének köszönhető, vagy valamilyen szinten a kapcsolatrendszerednek, vagy pusztán annak, hogy egy rátermett jó edzőnek tartod magadat? Igazság szerint én már játékosként is dolgoztam itt, nem főállású edző voltam, és miután befejeztem az aktív pályafutást, így lettem főállású edző. Az, hogy megkaptad ezt a bizalmat ilyen fiatalon, tehát, hogy éppen, hogy csak a nyilván, tehát továbbra is szeretnék arra kitérni, hogy nemrég hagytad abba az aktív labdarúgást, ez ilyenkor előny, hogy még tudod, hogy milyen az öltöző szaga, vagy egy kicsit még azért tanulnod kell ahhoz, hogy tudjad, hogy pontosan hogyan kell viselkedni edzőként a pályán és a pálya szélén. Hát mivel felnőtt csapatban is tevékenykedtem, mint pályaedző, vagy besegítettem másodedzőként Ajkán, így egy bizonyos szempontig volt rálátásom, korábban is edzősködtem fiataloknál, Skóciában ugye kötelező volt a játékosoknak edzést besegíteni, tehát rálátásom volt, de mindig tanul az ember. Na hát ez a tanulási folyamat, ez hol tart jelenleg, milyen papírokat sikerült eddig megszerezni? A licences edző vagyok, azt megszereztem, már majd a következő lépés majd jön magától. Nyilván, tehát a pro-licenszel, akkor te gyakorlatilag olyan célokat tűztél ki magad elé, hogy az NBA-ben szeretnél mondjuk hosszú távon vezető edzői szerepet betölteni. Később igen, de előtt szeretném a Utah Jazz-t megszerezni, mert azért utánpótlásban kell még egy-két évet dolgoznom, itt is lehet tapasztalatokat szerezni, teljesen más, mint felnőttekkel dolgozni, örülök neki, hogy itt lehetek, meglátjuk, hogy mire leszel képes. A fiatal játékosok egyébként hogyan tekintenek rád, mennyire emlékeznek rád, akár a korábbi sikereidről? Vannak játékosok, akik napra készek velem kapcsolatban, sok mindent tudnak, így amikor példát elmondok nekik, akkor valamelyest hitelesebben vagy könnyebben elfogadják. Hogy mennyire emlék láttak játszani, azt nem tudom, egy-két játékoson biztos látott játszani, velük megbeszéltem, van, aki évek óta követte a pályafutásomat, de van, aki nem. Ez fontos olyan szempontból, hogy a tekintélyüket elnyerni a fiataloknak, hogy odafigyeljenek minden egyes szavadra és mondatodra? Én úgy vagyok vele, hogy először a bizalmukat és a szeretetüket kell megnyernem, mert akkor könnyebb velük kommunikálni. Úgy érzem, hogy jó viszony állapolok a játékosaimmal, majd, hogy nem baráti, megvan az a határ, ameddig elmegyünk. Ha úgy viselkednek, akkor rendszerint tudunk, de nagyon nem volt probléma ez. De mi az a határ, amit így be kell tartani? Tehát, hogy meddig mehet el egy játékos? Egyrészt a fontos kérdés, hogyha mondjuk bármilyen problémája van, nem feltétlenül a futballpályáról problémája, hanem magánéleti problémája van esetleg, akkor fordulhat hozzád ilyen problémákkal? Te próbálsz neki segíteni? Én segítek nekik. Többször előfordult, hogy már elmentünk egy kávézóba, leültünk beszélgetni, amiben tudok, segítek, így valamelyest nyitottabbak felém. Innentől kezdve több információt kapok tőlük, és jobban tudok kezelni az adott szituációt, hogy aznap éppen miért van probléma, hogy miért nem úgy szerepel a játékos, és nem biztos, hogy szólnom kell a teljesítményért, hanem lehet, hogy csak nyugtatnom, biztatnom kell. Ha megismered a játékosoknak a személyiségét, akkor ezáltal a pályán betöltött szerepüket is jobban rájuk tudod építeni? Például teszem azt, egy erősebb, nagyobb hangú személyiségre jobban rá lehet építeni a csapatot, és esetleg csapatkapitányi pozícióra emelni azt a bizonyos nagy hangú játékost? Hát a vezéregyéniség az nem biztos, hogy a leghangosabb játékost
csapattól fogom megkapni, de tény, hogyha valakiben észre lehet venni azt a vezér alkatot, akkor lehet ráépíteni. Mennyire kell egyébként neked pedagógusként is szerepelni? Tehát nyilván a szakmaiság az, az teljesen alap. De mint életvitelben, életmódban példát mutatni, ilyesmire szükség van-e a játékosok felé? Hogyan álljanak a sportákhoz? Hogyan álljanak az élethez, a tanuláshoz, és a többi, és a többi? Úgy érzem, hogy kell, mert ők nem profi játékosok, és még időben vagyunk, hogy bármi történhet, és a kiútnak meg kell lennie, ebből kifolyólag a tanulmányi eredményeket rendszerint átveszem velük. Hát nem titkolják a rossz ügyeket, napra kész vagyok velük kapcsolatban. Akár mondjuk az ellenőrzőkbe is beletekintesz, hogyha úgy van, vagy esetleg már van itt ezek az online jegyek, amiket mondjuk ti is láttok a klubnál, és esetleg meg tudjátok nézni, hogy hát akkor az XY játékosnak elég rosszul megy a matek, úgyhogy lehet, hogy kicsit oda kéne figyelni edzés után erre. Igen, meg szokták mutatni, tehát nagyon nem kell kérnem. Tudom általában a rossz ügyeket, mert azzal nem szeretnék büszkélkedni, de amint van valakinek próbálunk valami megoldást találni, vagy egy csapattárs segít, vagy van edző kollégám, aki szintén tanár, és ő is próbál segíteni, tehát valami megoldást mindig találunk rá. Említetted, hogy ezek a játékosok minden profi játékosok. Összetudnád-e hasonlítani szemléletben, hogy hogyan tekint másképp egy jelenleg még ifista, vagy fiatal játékos, és egy profi játékos a labdarúgásra? Hát egy profi játékos ugye mindent megtesz azért, hogy fejlődjön, és hogy az edzésen a legjobb legyen, remélhetőleg. Az utánpótlás játékos, a fiatal játékos hajlamos tesz néha ellinkeskedni, és amikor megérti, hogy miért csinálunk amit feladatot, hogy mi a célja azzal, az edzőnek onnantól kezdve szívesebben megcsinálja, és nagyobb alázatta. Mennyire vagy egyébként kemény a srácokkal? Szóltak már, aminél túlzottan kemény is tudok lenni. Ha kiteszik szívük, lelküket a pályán, akkor minden rendben van. Ha nem, akkor én azt nem szeretem, tehát a mentalitással teszek nagy hangsúlyt, akkor tudok szigorú lenni. Nem is olyan régen Babócsi András volt a műsorom vendége, aki azt mondta, hogy ő úgy próbálja elmagyarázni a fiatal játékosoknak, hogy az ő pályafutásuk az gyakorlatilag napról napra, lépcsőről lépcsőre egy tégla betétele egy épülő házba, épülő kastélyba. És az rajta múlik csak, hogy a végén egy romos viskót épít föl az évek során, vagy egy gyönyörű kacsalábon forgó palotát. És hogy a fiatal játékosokkal már rögtön meg kell értetni, hogy magukért dolgoznak, nem feltétlen érted. És hogyha haragszol, akkor nem ellenük haragszol, hanem érted haragszom. Tehát van ez a mondás, ugye szerintem ezt így meg kell értetni ezekkel a srácokkal. Igen. Ezt megértik a játékosok, és át is szoktuk beszélni. Tehát még ha meg is sértődnek, vagy néha visszaszólnak mérkőzés közben, miután ritkán fordul elő, de elnézést is kérnek, és átbeszéljük a szituációt, akkor rájönnek, hogy nem akarok rosszat, és hogy 90%-ban nekem volt igazam, néha én is hibázom, mert már rosszul láttam, vagy ismertem fel a helyzetet. Megteszünk minden közösen, hogy ők is fejlődjenek, és eddig úgy néz ki, hogy fejlődnek, hiszen egy korosztálya fölött már 8 játékosom van. Remélem majd fejlődnek tovább, hogy tovább mehessenek. Ebben a korosztályban egyébként mi a fontos? Az eredmény, vagy az, hogy a játékos az mindent megtegyen azért, hogy fejlődjön, és nyilván ennek köszönhetően a fejlődés látványos legyen? Hát a fejlődés fontosabb, mert hiába építek egy csapatot, aki mindent meg fog nyerni a korosztályban, és későbbiekben nem lesz be egy játékosból sem NB1-es játékos. Jobban érdekel az, hogy a játékosok fejlődjenek, játékosokká váljanak, és az magával hozza az eredményt a későbbiekben. Azt meg kell értetni ezekkel a srácokkal, hogy most itt vannak ebben a keretben 16-an, 18-an, 20-an, de hogy nekik gyakorlatilag a maximum 30%-ukból lesz profi játékos, és ebből a profi játékosok közül se biztos, hogy mindenki NB1-es lesz, és hogy esetleg még a magyar válogatott szintjét se biztos, hogy el fogja érni, lehet, hogy senki ebben az aktuális korosztályban, de ezért rengeteget kell tenni. Tehát ezt ők felfogják, hogy lehet, hogy 18 évesen csak az NB3-ba vagy a megye 1-be lesz majd lehetősége fociznia. A többség felfogja,
van, aki nem akar erről tudomást venni, úgy van, úgy képzeli, hogy ő addig dolgozik, amit tud, és lesz, ami lesz belőle. Ez is egy szemlélet, de a többség megértette azt, hogy sokan vannak egy posztra, tehát ha számolhatnék, akkor 500-an vannak talán egy posztra, és oda nagyon kevés klub van, ahol be lehet jutni a későbbiekben. Ezért megtesznek mindent, hogy elődjenek. Ezek a tinik egyébként, mert nyugodtan mondhatjuk, hogy tinikről van szó, hogyan tekintenek arra, hogy ha ne adj Isten, nem jön össze a labdarúgó karrier. Egyáltalán ezzel számolnak-e, hogy ők belül labdarúgó lesz? Hogy akkor mivel fognak foglalkozni? Esetleg milyen útra térnek rá? Vagy ez azért nagyon messze van, és jobb, hogyha az van a szemük előtt, hogy belőlem válogatott labdarúgó lesz, vagy akár világválogatott, vagy aranylabdás? Ezzel akadtak problémáim, hisz egy-két játékosom mindenképpen csak azt látja maga előtt, hogy ő labdarúgó lesz, és sajnos nem számolnak a sorsfaktorral, ami egy sérülés lehet, rossz döntés, rosszkor, rossz helyen, ez benne van. Első számú célunk az, hogy játékosok legyenek, rajtuk múlik, hogy mi lesz a későbbiekben szakmát. Tanulni kell, tanulni nyelveket is lehet, de mindenképpen kell tanulni valamit. Na és ha már a nyelvekről beszélsz, mennyire fektettek-e a videótonnál egyébként hangsúlyot arra, hogy a játékosok nyelvet is tanuljanak, hogy esetlegesen a külföldi karriernél ez ne legyen hátrány vagy gátlópont? Hát a játékosok többsége ugye iskolában már tanul idegen nyelveket, ki egyet, ki többet. Többnyire angol, német, de van, akinek olaszul tanulnak. Az új vezetés örülne, ha a játékosok minél jobb, magasabb szinten beszélnének idegen nyelveket, hiszen amikor jönnek külföldi csapatok, a játékosok 90%-a folyékonyan beszél, a más nyelven nem angolul, és néha hülyén éreztem magam, amikor az egész csapatomban szinte csak én beszéltem angolul, meg hárman beszéltek németül a utánpótlásban, de ez már változott, hisz a napi órákon is tanulnak, meg magánórákon is tanulnak nyelveket, azt mondom, hogy nagy százalékuk beszél idegen nyelven. Mit gondolsz ahhoz képest, amikor te futballoztál, és mondjuk a ma aktív futballisták közül, kifejezetten a magyarokról beszélek, jobban beszéljük már az idegen nyelveket, tehát ők jobban tudják? Mert láttunk azért egy-két, hát mondjuk, hogy vicces interjút idegen nyelven. Attól függ, hogy ki melyik nyelvet beszéli. Most ezt a vicces interjút nézzük, ha olaszul kellett volna nyilatkozni, akkor szerintem nem lett volna semmilyen nyelvi probléma. Egy olyan nyelven nyilatkozott, amit nagyon nem használt. Ebből a szempontból vicces, de én úgy érzem, hogy a mi időnkben, amikor mi voltunk fiatal, vagy én voltam fiatal, akkor nem sokan beszéltek ennyi idegen nyelvet, mint most. Az a te edzői pályafutásodban meghatározó, hogy mikor aktív játékos voltál, akkor csatár pozícióban játszottál? Vagy a korábbi játékos pozíció nem feltétlenül meghatározó olyan szempontból, hogy milyen edzői szemléletet valósít meg a későbbiekben a szakember? Sajnos vagy szerencsére én kapus kivételben minden poszton játszottam. Innentől kezdve én ugye a támadó mi voltam egy kicsit jobban befolyásolja a felfogásomat. Ha azt nézzük, a csangmester kapus létére nem vikimondott védekező játékot játszott. Ez alkati kérdés, én úgy érzem, hogy mindenki azt a játékstílus találja meg, ami neki a legjobban fekszik. Mi az a játékstílus, ami neked a legjobban fekszik? Hát én kimondottan a nyomás alatt tartani az ellenfelet 4-3-3-ban. Ugye én támadó foci szerettem, hisz a legjobb védekezés a támadás, amíg nálunk a labda, addig az ellenfél nem tud gólt rúgni, bár néha mi is hibázunk. Világos. Egyébként, hogyha mondjuk egy játékstílusokról beszélünk, mennyire meghatározó az, hogy te mit gondolsz, és mennyire meghatározó az, hogy a videóton mit gondol az aktuális korosztályról? Tehát, hogy mennyire van szabad kezed, mennyire mondja meg a videóton, hogy mit kell csinálnod? Hát nálunk igazából van egy felállási hadrend, arra képezzük a játékosainkat,
és ez majdnem teljesen egybevág a videótonnal. Ha van valami, ami jó, és mi azt átbeszéljük a vezetőkkel, tehát innentől kezdve nincsen nehéz dolgom. Mekkora az összhang egyébként a felnőtt és az utánpótlás csapatok között? Gondolok itt arra, hogy hasonló játékstílusban, hasonló hadrendben játszottok egyébként, mint a felnőttek, és próbáltok valami olyasmit összehozni, amit a felnőtt csapatban láthatunk hétről hétre? Úgy mondanám, hogy az utánpótlásnak van egy játékstílusa. Itt a vezetőedzők a felnőttbe változnak, minden edző más és más játékrendszer szeret. Egy a lényeg, hogy a játékosaink tudjanak egymással játszani, mint a legtöbb klubban, és a később a felnőttbe tudjanak alkalmazkodni. Azok közül a játékosok közül, akikkel együtt dolgoztál, és már láttad, edzetted őket, mekkora esélyt látsz köztük mondjuk válogatott szintű játékosokat, hogy el tudják érnie mondjuk ezt a szintet? Nyilván ez nem csak rajtad múlik. Nem csak rajtam múlik. Ez egy hosszú folyamat, tehát ez, én inkább úgy mondom, az óvodáskortól elkezdődik. Hát azon kívül már csak a szorgalom meg az alázat, amin a játékos hozzá tud tenni, mert ha most viccesen fogalmaznék, engem is zavar sokáig a labda, hiszen röplabdától jöttem át, és nem tagadom, hogy technikailag nem a legfinomabb játékos közé tartoztam, viszont a szorgalmammal sokat csiszoltam ezen. Az, hogy kipróbáltál másik játék, labdajátékot, vagy mások is kipróbálhatnak más labdajátékokat. Például az amerikaiak mondták, hogy nekik azért jók a kapusaik, mert kipróbálják a baseballt, a kosárlabdát, és hogyha a futball mellett döntenek végül, akkor a kéz és egyéb koordinációk miatt a különféle játékokból egyszerűen a kezük jobban rááll erre az egész labdára, a labdajátékra, és ennek köszönhetően attraktívabbak, aktívabbak és kreatívabbak is a kapuban és a kapu környékén. Megvan az előnye, mert minden sportágból tanulhatunk, tehát még az atletikából is, az úszásból is. Ha megfelelően tudjuk alkalmazni, abban csak kamatoztatni tudjuk. Említetted itt a szorgalmat és az alázatot. Ha mondjuk azt nézzük, hogy egy játékosnál mennyire fontos az, hogy ki milyen tehetséges, és mennyire fontos az, hogy ki mennyire szorgalmas, és dolgozik nap mint nap, és tényleg 120%-ot belead minden edzésbe, akkor azt nézzük, melyik a fontosabb valójában? A szorgalom. Mert egy tehetséges játékos, aki nem teszi bele a megfelelő energiát és munkát, azt egy szorgalmas, alázatos játékos előbb-utóbb meg fogja előzni. Ez hosszú távon mindenképpen kifizetődő, hogy te szorgalmas vagy gyakorlatilag. Kifizetődő, persze. Egy tehetséges játékosnak is sokat kell dolgoznia. Sőt, néha úgy érzem, hogy nekik duplán, hogy megtartsák azt a szintet, vagy azt a különbséget a többiekkel szemben, ahol tartanak. És nincsenek irigylésre méltó helyen vagy helyzetben, mert ha nem úgy teljesítenek, akkor ők az első számú célpontok. De a szorgalom az mindenképpen a legfontosabb. Világos. Kling Zoltán nem is olyan régen volt a műsorom vendég, aki azt mondta, hogy a fiatalokat, azokat nem akkor rontjuk el, ahogy gondoljuk, tehát nem arról van szó, 16-17 évesen még pariban vagyunk nemzetközi szinten, hanem azt mondja, 8-12 évesen rontjuk el a srácokat, mégpedig azért, mert akkor nem adunk nekik megfelelő izomzati edzéseket, és ezáltal, hogyha túlnőnek ezen a korosztályon, az a 8-12 éves korosztályon, akkor már nem lehet behozni azokat az erőbeni hátrányokat, amiket szenvedtünk a nemzetközi poronddal szemben. Te hogy látod ezt a kérdést? Van némi igazság bennem. Ha megnézzük a többi, visszatérünk az előző témára, a több sportágból, ugye ott is másfajta izomcsoportok kerülnek szem elé, ezt jobban használják, amit mi, mint labdarúgók nem. Ebből a többi csapat, aki, vagy többi olyan sportoló, aki más sportágot átért, megtapasztalt, olyan előnyöket tesz szert, amit későbbiekben a többieknek nagyon nehéz, vagy általán nem lehet behozni. Mit gondolsz egyébként, hogy a magyar fiatalok, mi a baj velük? Tehát, ha mondjuk konkrétan meg tudsz nevezni valamilyen problémát, hogy azért nem lesz belülünk olyan jó játékos, mint a horvátokból, mint a szerbekből, mert akkor mit tudnál mondani, hogy milyenek azok a... Tehát, hogy sokan mondják azt, hogy hát mentális problémáink vannak, de te azt mondod, hogy te nálad meg konkrétan a mentális képességre fontos, hogy erre nagy hangsúlyt fektetsz. Én fektetek, de
igazság szerintem most is azt mondom, hogy a mentális hátrányban vagyunk a nemzetközi mezőnnyel, mert mindenki megküzd a helyéért, és nem úgy van, hogy nagyon ügyes vagy, fiaskám, és ezzel te játszol, ha edzesz, ha nem. Mindenki minden nap a legjobb akar lenni, és ezáltal fejlesztik egymást, viszik egymást előre. Ha most a horvát, a szerbek, a balkán régiót nézzük, ott mindenki egy nagy harcos. Mi nem azok vagyunk, de valamelyest ezt integrálni kellene a edzéstílusunkba, a játéstílusunkba, még ha nagyon technikásak is a magyar játékosok. A küzdeni tudásba kerülünk igazán nagy hátrányban a nemzetközi porondon véleményem szerint. De valóban technikásak a magyar játékosok? Mert ezt tényleg sokan mondják, hogy ez így van, de nem feltétlenül látszik ez a labdarúgó pályákon. Mert nem vagyunk hozzászokva a nagy nyomás alatti munkavégzéshez. Tehát ha akárhol focistam, jártam a világban, mindenhol a dicséri a magyar játékosok technikáját, ezt a skótoktól, a cseheken keresztül, kínaiak is, de valami hiányzik. Tehát mi vagy nem küzdünk annyira, vagy nem vagyunk olyan gyorsak, tehát minden hiányzik belőlünk. A technikát azt nem veszik el a magyar játékostól, de én úgy érzem, hogy nagy nyomás alatt nem tudunk teljesíteni. Tehát azt mondod, hogy mondjuk edzésen sokkal jobban játszanak ezek a srácok, mert ott nincs rajtuk a nyomás, hogy akkor az eredménykényszer, és mondjuk ott akár labdazsonglőröknek látjuk azokat is, akiket mondjuk csak sima passzoló játékosnak nézünk a mérkőzéseken? Úgy fogalmaznék, hogy amíg van itthon időnk megcsinálni egy cselt, vagy egy technikai művetet végigvinni, egy labda átvételt, addig nemzetközi szinten akkor a nyomáson az ellenfél védőjétől, játékosától, hogy ott elkezdnek egy kicsit kapkodni, és akkor már nem olyan tökéletes a végrehajtás. Aha, tehát akkor azt mondod, hogy a kisebb területen való megoldások azok, amik problémát okoznak ugye a magyaroknak. Igen. Említetted itt a sebességet. Mi a helyzet a sebességgel? Már labdával és labda nélküli futásban kérdezem. Vannak olyan jók ezek a fiatalok, mint a nemzetközi porondnak mondjuk az élmezőnye, vagy mondjuk a közepének a felső része? Hát ha az én csapatomról kellene beszélni, sajnos nem tartozunk a kimondott sprinter csapatok közé. Vannak lendületes játékosaim, fejleszteni kell őket. Nem lehet, hogy atlétaedzőkkel kellene majd beszélnem, hogy hogyan lehetne ezen javítani, de tény, hogy itt nagy hátrányban vagyunk. És mi a helyzet az erővel? Ugye nagyon sokan viccelődnek azzal, hogy ezek a csatárok egyre vékonyabbak. Hát valóban nem feltétlen baj, ez látjuk Lionel Messinek is úgy csatár, hogy 170 centi sincsen, és nem egy izmos, robosztus támadó. Tehát, hogy nem feltétlenül ezen múlik, de azért ő talán ritka kivétel. Tehát aki rámutat Messire, hogy hát ő is, akkor általában az igazság, hogy ő sajnos a ritka kivétel. Viszont a magyar játékosoknál nagyon kevés olyan van, aki fizikálisan, megjelenésben, így ránézésre azt mondja az ember, hogy hú, hát ettől a csatártól félni kell, még anélkül, hogy a labdához ért volna. Nem kell valakinek hatalmas izmokkal rendelkezni ahhoz, hogy erős legyen. Ha Thomas Müllert nézzük, akkor ő se egy hegyomlás, mégis megfelelő korizmokkal szerintem elég stabilan és elég erősen tud játszani. Van-e nálatok a Vidinél posztra külön edzésoktatás? Tehát, hogy hogyan kell viselkedni mondjuk egy balszélsőnek, hogyan kell viselkedni egy középhátvédnek, így külön posztra vannak-e oktatási módszerek és rendszerek nálatok? Ezt megoldjuk az egyéni képzésen belül, vagy úgy, hogy kimondottan csapatrészeket viszünk el, és vagy egy poszton lévő játékosokat, vagy kimondottan egy-két játékos viszünk külön-külön a edzőtársammal, éppen Nagy Lajos, és így oldjuk meg, hisz ő középpályásokkal nagyon jól tud bánni, meg is tudja mutatni. Én nagyjából megoldom a támadó szekciót, ugye ott van a Horváth Gábor, a Kuttur Attila, aki tud a védőkkel segíteni. Tehát ezt házon belül megoldjuk egyéni képzés formájában. Az egyéni képzés egyébként miről szól? Ezt el tudnád mondani mondjuk a futball szurkolóknak, akik hallgatják ezt a műsort, hogy hogy néz ki egy külön egyéni képzés? Hát az attól, ha a technikára megyünk rá, akkor kimondottan arra az egy-két technikai elemre, amivel a játékosnak hátránya van,
a poszt megoldásokra, ott is a különböző kis fineszes megoldásokra, helyezkedésekre, arra viszik rá hangsúlyt, fejelésekre, helyezkedésekre, és szituációkat próbálunk megtanulni, hogy ott hogy kell viselkedni. Ha egy játékosnál látjátok, hogy mondjuk teszem azt mondjuk jól fejel, vagy mondjuk nagyon jól cselez, akkor erre fektetitek a hangsúlyt, hogy akkor neki ez legyen az erőssége, vagy pont, hogy amit, amiben nem igazán jó, arra kell egyébként a nagyobb hangsúlyt fektetni? Ezt szinten kell tartani, de fel kell zárkóztatni a hátrányos dolgokat is. Általában a legnagyobb probléma, amit én veszek észre, hogy a testtartás labda átvételeknél a nem megfelelő irányú helyezkedése van nálunk a legnagyobb probléma. Tehát technikában megpróbáljuk megoldani, de mire megfordulunk, már teljesen más a szituáció. Hát ilyenekkel is kell foglalkozni sajnos. Milyen a magyar játékos gondolkodása a pályán? Lassú, mondjuk, hogy átlagos, gyors, vagy ez külön egyédenként kellene eldönteni, mert vannak ennek átjáró házai, tehát vannak mondjuk lassabban gondolkodó játékosok, meg gyorsabban gondolkodók, de hogyha nemzetközi szintet nézzük, akkor mondjuk akiket te látsz, vagy akikkel te dolgozol, vagy azok a csapatok, akikkel lejátszottatok, tehát hogy ők milyen szinten vannak, és kizárólag ezzel a térés, akkor nem említettünk se gyorsaságot, se technikát, se semmit. Hát ez egyénfüggő, hogy valakinek vele született a gyors gondolkodás, valakivel nehezebben megy, de ha azt mondom, hogy egy magyar játékos egy külföldi csapatban ugyanígy meg tudja állni a helyét, mint bármely külföldi játékos, ha képes fölvenni ezt a ritmus, amivel dolgoznak, és látunk már példát, ha csak a Dátai Palit vesszük, hogy fel tudja venni, vagy a Gera Zoli. A mai fiataloknak valamelyest könnyebb dolguk van, mert ott van az internet világa előttük, amit tudnak használni, és tudják képezni magukat, ha más nem fejben. Nagyon örülök, hogy említetted az informatika világát. Nagyon sokan panaszkodnak erre, de akkor ezek szerint te megláttad ebben a pozitívumot és lehetőséget, hogy ez a gondolkodás is tudja fejleszteni, mert nagyon sokan azt mondják, hogy mindenki csak ugye játszik, meg mit tudom, internetezik, meg facebookozik, ugye ezzel tölti el az idejét, ahelyett, hogy lenne a grundon és focizna edzésen kívül is. Sok grunt sajnos nincsen, ahol lehetne focizni. A játékosaim, ha az én csapatomat nézem, én azt mondtam, hogy megtiltottam nekik, hogy edzés előtt a telefonokat használják, inkább kommunikáljanak egymással, mert rávirágítottam arra, hogy nem ismerik a mellettük élő játékost. Innentől kezdve nincs meg az a kis kommunikáció, a másik gondolatát megismerjük, amire szükség van általában a pályán. Aki kint akar maradni, van olyan játékosom, aki edzés után még 2 órán keresztül kint rúgdos a pályán, és úgy kell bezavarni, hogy már sok lesz a mai edzés után. Ez nagyon örülök, hogy van ilyen egyébként. Hagyjátok-e egyébként ilyesmit, hogy valaki úgy érzi, hogy neki nem megy elég jól valami, akkor hagyjátok egyébként gyakorolni, hogy magában, vagy felügyelitek ezt a plusz gyakorlás, az extra tréninget? Mind a kettő előfordul. Attól függ, hogy szükség van-e segítségre, vagy csak egyszerűen üres kapura akar rúgni, és akkor ő megtapasztalja, hogy mi az, ami hibázott, mi az, ami neki javítania kell, és a következő alkalommal átbeszéljük, és ha nem úgy fejlődött, ahogy ő szerette, vagy nem úgy ment, ahogy ő szerette, akkor külön ott vagyok vele, és kimaradok vele 2 órán keresztül azon múlik. Hogyha nem tudom milyen hosszú az edzés, de mondjuk tegyük fel egy 1,5 órás edzésre, még egyszer ráhúz valaki 1,5 órát, az nem lépi át azt a határt, amire már azt mondjuk, hogy ez már túl sok. Tehát van egyáltalán olyan határ, amire azt mondjuk, hogy nem szabad ennél többet edzeni, mert az már nem hatásos, hanem sokkal inkább káros. Ezt egyén válogatja. Ha én magamból indulok ki, ebben a korban én 3 sportágot tűztem párhuzamosan, atletizáltam, röplabdáztam és fociztam, tehát ez heti 15 edzés volt. És hétvégén úgy, hogy elmentem foci meccsre, ha kellett, és lejátszottam, és vasárnap felnőttbe ültem, vasárnap, ha kellett. Hát én hétfőtől vasárnapig be voltam táblázva, lekopogom, semmilyen komoly sérülésem vagy hátrány nem szenvedtem, mint más, aki kevesebbet edzett. Tehát én úgy vagyok vele, hogyha valaki megszokta azt, hogy sokat dolgozik, ahhoz alkalmazkodik a szervezete is. Tény, hogy van egy olyan terhelés, amikor én is azt mondom a játékosnak, hogy ma nem, mert ma olyan munkát végeztünk, de ha könnyebb az edzés, vagy nem volt annyira fárasztó, akkor persze természetesen kéne lehet maradni. Azt gondolom, hogy azt senki nem kétli, hogy egy
játékosnak a pályafutása az a 18. életévét betöltött idő után dől el, hogy balra vagy jobbra, fölfelé vagy lefelé, jó vagy rossz irányba dől el. De mégis mi az a faktor, amin múlik, hogy profi játékos leszek, vagy csak valami amatőr hobbi labdarúgó? Néha szerencsé, tehát szerencsém múlik a legtöbb. Most megnézzük, hogy külföldön 15-16 évesen a felnőtt csapatban játszanak már játékosok, mi meg úgy vagyunk vele, hogy 23 éves játékos lassan az, akire azt mondjuk, hogy fiatal, akkor nem valamit nem stimmel. Sajnos a magyar edzőknek nem adnak annyi időt, hogy beépítsék a fiatalokat a csapatokban, mert mindenkinek most kell az eredmény. És ha nem úgy alakul az eredmény, akkor ugye edzőváltás van, most az edzőnek el kell gondolkozni, hogy beépíti a fiatalt, vagy nem. Mondjuk te NB1-es edző lennél, akkor neked lenne bátorságod, vagy szeretnéd beépíteni azokat a fiatalokat, akikben látsz valamit, akikben benne van a potenciál, vagy a tehetség? Én természetesen, hisz én is fiatalon játszottam. Ha megnézzük a Sir Alex Fergusonnak a végefele fiatal, többnyire fiatalokkal állt föl, tehát megvolt a felnőtt masszív, rutinos magja, és körülig fiatal, sokat futó, sokat mozgó, tanulni akaró játékosokat épített be. Ez is egy szemlélet. Bár azt tudjuk, hogy neki ugye volt türelem körülötte, hogy csapatot építsen, és meg volt az eredménye. Az, hogy Magyarországon erre van-e lehetőség, az meg kiderül. Mi a megfelelő balansz egyébként fiatal és idősebb játékosok között? Kinek kell nagyobb arányba lennie? Milyen súlyban kell lennie a két korosztálynak? Hát ez változó, ez mindig attól függ, hogy az adott csapat hogy néz ki. Fizikálisan bírják az idősebb játékosok, akkor nem kell annyi fiatal. Ha a fiatalok fel tudják venni a versenyt az idősebbekkel, akkor nyugodtan lehetnek többen. És itt az óra végén akkor még lenne egy nagyon fontos kérdésem. A videó utánpótlásában hány olyan játékos látsz egyébként, akiből lehet akár válogatott labdarúgó is? Hát jelen pillanatban úgy érzem, hogy 3 olyan játékos van, de még attól függ, hogy a következő egy évben hogy fognak fejlődni. Innen fogjuk folytatni, most egy kicsit elmegyünk zenélni, majd jön egy kis reklám meg a hírek, de a második órában folytatjuk tovább, tartsatok velünk továbbra is. Vissza is tértünk, ez itt még mindig a Gólterápia FM 92.4 Maxi Rádió, Bíró Dávid a mikrofon mögött, és a ma esti vendégem Somonyi Tomás, aki továbbra is itt van a vonal a túlsó végén. Az előző órát ott fejeztük be, hogy azért vannak olyan magyar játékosok nálatok, akikből lehet válogatott. Ha már ott tartunk, akkor beszéljünk a válogatottról. Hogyan látod a mostani magyar válogatott játékstílusát? Tetszik-e neked, szimpatikus, hoz hozzád, közel áll-e a szíved, hogyan néz erre a csapatra? Hát mi vagy a magyar nemzeti 11, mindig szimpatikus lesz, akárhogy játszanak. Maximum az eredménynek nem fog körülni. Volt egy szenzációs EB szereplés, ami már ránk fért. Annak nagyon örültem, most úgy érzem, hogy csapatépítés van, és keressük a csapatnak az arcát. Ez egy csapatépítés van. Minden az a szurkolók ezt így megértették, elfogadják, hogy most nem feltétlen az a cél, hogy ott legyünk a világbajnokságon? Hát ha ez le lenne kommunikálva, akkor valószínű könnyebb lenne elfogadni. Szerintem a szurkoló a EB szereplés után ugyanazt a szárnyalást várta volna el, ami volt. De szerintem megértőek, ha ezt megbeszélnénk velük. Azt látni egyébként, hogy a magyar válogatott mérkőzéseken telt ház van a stadionokban, a magyar szurkolók még mondjuk Portugáliában is nagyon sokan elkövették a válogatottat. Hogy is mondjam, tehát szimpatizálás a válogatottal az gyakorlatilag töretlen, attól függetlenül, hogy milyen eredmény van, és ez nem a mostani érában csúcsosodik ki, hanem ez hosszú évek óta így van gyakorlatilag, talán már egy évtizede. Ez minek köszönhető? Tehát, hogy a magyar ember miért hisz még mindig ennyire ebben a magyar fociban? Tehát, hogy az EB szereplés, hogyha nem sikerült volna, vagy rosszul sikerült volna, vagy tegyük fel, hogy nem jutottunk volna ki, ez akkor is így lenne. Ezt te miben látod? Mi ennek az oka? Hát egyszerűen annyi, hogy szeretjük a labdarúgást. Ennél jobb válaszom nem lehet. Ugye focizni mindenki tud, sajnos nem mindenki játszhat. És az, hogy a szurkoló szereti hangoztatni a saját véleményét. Erre mennyire kellene adnia mondjuk a kluboknak, az MLS-nek, az edzőknek, a játékosoknak? Erre kell-e figyelni, vagy csak szépen meg kell hallgatni, mert értjük, hogy a szurkolóért van az egész játék, az egész sport, de tulajdonképpen a szakemberek azok mi vagyunk.
Hát ez nem az én kompetenciám eldönteni, mert ugye teljesen másképp látjuk, más a cél, más az elvárás. Amíg én csapatot építenék, a szurkoló valószínű bajnoki csapatot várna el, és innen kezdve elbeszélgetnénk egymás mellett. És személyesen neked mondjuk, amíg aktív játékos voltál, milyen kapcsolatod volt a szurkolókkal? Azt kell, hogy mondjam, hogy nekem mindig jó kapcsolatom volt a szurkolókkal, vagy azért, mert a mentalitásom olyan volt, amit a szurkolóknak tetszett. Én ez a meghalok a pályán típusú voltam, bár egyszerként előfordult, hogy nem, de sajnos vannak ilyen napok is. Világos, itt nem hiszem, hogy bárki is a rossz napjaid miatt fog egyébként így vagy úgy emlékezni rá, tehát nyilván a játékosnak a hosszú távú teljesítménye az, ami a megítélésre kerül. De például te leültél-e szurkolókkal, ha a szurkolók oda mentek hozzád, esetleg beszélgetni, vagy autogramot kérnek, ezeket szívesen megtetted, ez hozzá kell, hogy járuljon a labdarúgáshoz ezzel egy játékos? Szerintem ez együtt jár a kettő, tehát mi nem vagyunk a szurkolók nélkül, és a szurkolók sincsenek nélkülünk. Tehát ha mi nem úgy állunk hozzájuk, akkor ők sem úgy fognak elénk azonosulni. Az egész labdarúgás elsősorban egyébként a szurkolókért létezik? Nyilván persze amellett, hogy ez egy nagyon jó üzlet, meg sport, és a többi, de az első a szurkoló szemedben? Nekem igen, hisz miattuk játszott. Tehát ők biztatnak, ha megy, ők biztatnak, ha nem megy. Tehát ez egy adok-kapok, ezt mint játékos mondom, vezetőként lehet, hogy másképp látnám, nem tudom. Mondjuk akkor neked mi a legkedvesebb emléked így a szurkolókkal történt kapcsolatban, bármilyen emléked a pályafutásodból? Hát ha most veszük ez éppen nem saját szurkolók, kikaptunk a portugáloktól a válogatottal, és amikor lecseréltek, ugye azt kell, hogy mondjam, vastapsot kaptam, pedig én voltam az ellenfél, amin nagyon meglepődtem. Kedves az, amikor az ember nevét biztatják, vagy buzdítják, vagy énekelnek, teljesen mindegy. Nem tudok egyet kiemelni, hisz Magyarországon több olyan klub volt, ahol a szurkolók nagyon sokszor lenítettek át, ahol voltam. Amikor egy játékos a pályán van, mennyire hallja a szurkolók hangját? Tehát egyáltalán kell ezzel foglalkozni, vagy a nézőtel, ez teljesen ki kell zárni az alatt a 90 perc alatt, és csak a labdával kell foglalkozni? Hát teljesen ki kellene zárni, de a buzdítás meg a biztatás az átjön, ha ki akarom zárni, ha nem. Tehát azt a részét én nem tudom kizárni. Az, hogy most egy-két ember szív, azt úgy én ki tudtam zárni. Hogyha valaki egyébként ezeket a hangokat nem tudja kizárni, akkor az biztos, hogy nem lesz belőle olyan játékos, aki profi labdarúgó és 100%-ig ki tudja magát hozni minden meccsből, és függetleníteni tudja magát a körülményektől? Ez nem biztos, hogy ez így van, hiszen vannak szakemberek, akik ezen át tudják segíteni a játékosokat. Szerencsére nekem nem volt szükségem ilyenre, de valószínű, hogy hasznos, hisz a nyugati klubok is alkalmaznak pszichológusokat. Ugye visszatérve a magyar válogatotthoz. Te voltál a magyar válogatottnak az első színesbőrű játékosa. Ez megtisztelő dolog, ez egy nagyon-nagyon fontos lépés, úgymond a válogatott szempontjából, vagy Magyarország szempontjából, vagy emiatt sok támadás ért téged. Nem tudom, mennyire akarsz egyáltalán erről beszélni. Nekem nem ért, engem nem ért támadás, hiszen engem nem honosítottak. Nekem anyukám magyar. Én magyar állampolgárként is születtem, bár kint születtem. Sose volt nigériai útlevelem. Én ezzel a szempontból magyarnak érzem magam, és az is voltam. Igazából ennyi hozzáfűzni valóm lenne. Világos, csak azért kérdezem, mert a szurkolók nem feltétlenül tudják ezt. Te tudod ezt magadról. A csapattársaid valószínűleg tudják rólad, az edző biztos, hogy tudja rólad, de egy-két szurkoló, amikor a Ferencvárosban játszottál és Újpest szurkoló volt, nem hozta fel ezeket a hangokat? Az, hogy az ellenfél szurkolói színnak, az természetesen benne van. Többször nyilatkoztam, hogy engem nem honosítottak, aki akarta, az meghallotta, aki akarta, nem. Kint születtem, testvéreim Magyarországon, én itt jártam általános iskolába, én azt mondtam, hogy Duna Eresi nevelés vagyok. Innentől kezdve
minden tekintetben futballmagyar vagyok, és voltam. Világos. Most ugye a válogatottban bemutatkozott Vinicius, ugye szintén a videótonnál játszik, de van egy másik játékos, a Suic, ugye ő is honosítva lett. Te hogyan állsz ehhez a honosítás dologhoz? A nemzetközi futballban ez mondjuk úgy, hogy nem szokatlan igazából, van, akik elfogadják, van, akik ezt ellenzik, játékosok is, profi játékosok, edzők is. Te hogyan állsz ehhez a kérdéshez? Hát ha ellenezném, akkor is sok edző ellenezni, akkor a németek nem biztos, hogy világbajnokok lettek volna. Igen. És Svájc úgy szerepelne, ahogy szerepelne. Tehát innentől kezdve, ha olyan játékos tudunk honosítani, aki jobb, hangsúlyozom, jobb, mint a magyar játékos, és előre viszi a csapatot, akkor azt mondom, hogy az megérte. De ha nem jobb semmilyen tekintetben, sőt, ugyanolyan szinten van, mint a magyar, akkor igazából felesleges Magyarországra igazolni. Ez a honosítás dolog félő-e mondjuk a katari világbajnokságon, hogy a katari csapat 11 braziliai katari játékosra fog kiállni, tehát hogy mondjuk ilyen, ahogy említetted a németeket, vagy a svájciakat, tehát hogy ez nem veszi el a nemzetek csatáját valamilyen módon azért mégiscsak? Hát ez csak egy-két ország, aki most a Katart említette, ők nem tartoznak a futball nagyjai közé. Amíg a futball nagyjait megoldják, addig minden legnagyobb rendben van. Az, hogy valaki magyar válogatott lehet, az nyilván presztízs kérdés, hogyha valaki érzi a címert ott a mezen. A másik az, hogy az értékét nyilvánvalóan növeli, hogyha minél több szám szerepel, hogy X, ez az X, ez mondjuk 10, 20, 30, 50 válogatottság szerepel előtt, akkor az értékét is növeli. Ez előfordulhat-e? Most nem feltétlenül a Viniciusra gondolok, de előfordulhat-e olyan játékosnál, hogy ez pusztán csak azért választ egy nemzetet, mert ott nagyobb lehetősége van játszani a nemzeti csapatban, ami által nő az értéke, és ezáltal könnyebben kerülhet nagyobb bajnokságokba, jobb klubokba? Hát ha a játékos jó, akkor ez nem szabad, hogy szem előtt legyen. Merem remélni, hogy nincs ilyen játékos. Bár lehet, hogy nincs igazam. Az, hogy ha hiába valakinek van 20-30-szoros válogatottsága, ha nem jó játékos, akkor teljesen mindegy. Világos. Mégiscsak azt gondolom, hogy a legkönnyebben a játékosokat kiszúrni ezeket a selejtező mérkőzéseken lehet talán. Tehát ott van legnagyobb esélye megmutatni a portugálok ellen, a magyaroknak, vagy akár bármelyik másik nemzetnek egy nagyobb csapat ellen, és hogyha ott tud villantani egy játékos, akkor könnyebben észreveszik a scoutok akár őt is. Az tény, hogy szem elé, jobban szem előtt van ilyenkor a játékos, de a mai internet világában egy kattintás is bármelyik játékosról, bármelyik bajnokságból megvan az információ, tehát nem hiszem azt, hogy azért fognak valakit jobban keresni, mert válogatott vagy nem. Ha jól játszik, úgyis megtalálják. Az, hogy ilyen könnyű egyébként információhoz jutni most már a játékosoknál, ez egy jó dolog? Vagy sokkal inkább az volt az igazi foci, amikor valaki hozott egy tehetséget az Isten háta mögül, és ő sokkal jobb játékos volt, mint az ottaniak. Tehát, hogy az ellenőrizhetetlenség az mégis magába hordozta azt a varást, hogyha valaki hozott egy olyan játékost, aki nagyságrendekkel jobban játszott, mint a helyi klubban lévő játékosok, hogy akkor mindenki kereste ezeket a játékosokat, most pedig otthon ülnek az emberek, és nézegetik ezeket a különböző statisztikai oldalakat, és akkor onnan döntik el, hogy na hát akkor ezt a játékost hívjuk ide, és akkor nézzük meg, mit tud. Nem, ez csak egy támpont, hisz a játékos megfigyelésnél ugye meg kell nézni saját környezetben is, tehát kimennek ugyanúgy megnézni ott is, hogy játszik, mert a statisztika az csak egy támpontot ad, az nem 100%-ban valós, de ott el lehet dönteni, a játékos érdemes elindulni, vagy nem. Ebből a szempontból ki tudnám emelni Douglas Costa történetét, akit ugye Shakhtar Donetsk talált meg magának Brazíliába, és hát elég szép karriert futott be azóta. Az informatikáról már beszéltünk egy picit az előző órában, de most itt felhoznék egy játékot, ez a Football Manager nevű játék, nem tudom, mennyire ismered ezt a programot? Ismerem.
ugye most már több nagy klub elmondta, hogy foglalkozik ennek az adatbázisával, és ez alapján most már érdeklődnek azok iránt a játékosok iránt, akik ezek a játékok, vagy konkrétan ez a játék elemezés úgy gondolja, hogy világsztár játékos lesz belőle 3-4-5-6-8 év múlva, már csak azért is, mert erre azért többször volt már példa, hogy előre megmondták, hogy ez a játékos ebből fantasztikus tehetség lesz, vagy fantasztikus tehetség, és nagyon jó játékos lesz. Amikor még, mondjuk most mondok egy példát, mondjuk ott van Lewandowski esete, aki még a lengyel másodosztályban játszottak, már akkor megmondták róla, hogy világválogatott játékos lesz, fantasztikus képességekkel, és lám be is jött. Ez mind szép és jó, de ez addig jó, amíg tudunk valamit fejleszteni a játékosokon, mert amint megszerezzük és csak tartjuk azzal a szinten, vagy nem adunk pluszt hozzá, akkor igazából értéktelen az egész, mert nem fog fejlődni a játékos, és nem fog odáig eljutni, ahol eljutott lenne. Világos. Tehát akkor a statisztikákra milyen arányban kell egyébként akkor erőt és energiát fektetni? Én nem vagyok a statisztika híve, sajnos vagy szerencsére ismerek külföldön is olyan szakembert, aki kimondottan a statisztika alapján figyeli a játékosokat és úgy igazol. Néha bejön, néha nem. Az instant rendszer te használod? Figyelsz ezekre az adatokra? Vagy igazából ez is csak egy olyan plusz információ? Jó, hát ezt azért láttam én a meccset, majd én tudom, hogy kell csinálni a statisztika, meg azért elolvasom. Hát ha tudok belőle kiszúrni valami újdonságot, de nem olyan fontos. Ajtában használtuk, én a statisztikával annyira nem foglalkoztam. A teljes mérkőzéseket jobban szeretem megnézni, mert ott több mindent látok, mint a magában, amit a statisztika lead. Mindenki a saját személynek hisz. Azt, hogy a nagy klubok miként csinálják, ez már az ő dolguk. Azért kérdezem csak, mert ugye neked is azt mondtad, hogy hosszú távon az a célod, hogy te is egy nagy klubnál legyél vezetőedző. Hogy tervezed-e ennek a fontosságát, tehát hogyan látod, mennyire tartod fontosnak, ezért kérdeztem, de akkor ezek szerint annyira nem. Én annyira nem. Én annyira nem. De ez én vagyok. Ez az egyéni véleményem. Lehet, hogy nincs igazam, de én így látom. Világos. Visszatérve a válogatottra, most egy csapatépítés van. Mégis úgy érzem, hogy nincs ez lekommunikálva, és ennek ellenére Starknak a pozíciója úgy néz ki, hogy megrendíthetetlen. Említetted azt, hogy a magyar edzőknek nem feltétlenül kapták meg ezt a bizalmat. Ez csak annak szól, hogy Starknak német útlevele van, vagy sokkal inkább az elért eredményei az, ami miatt köszönheti ezt magának? Én szerintem ő diplomatikusan megbeszéli a vezetőkkel, és előtte leegyeztette velük, és teljesen, nem azt mondom, hogy teljesen más, de másképp kommunikálja le kifelé. Innentől kezdve a vezetők döntése eldönteni, hogy jó-e nekik, vagy nem. Eredmény volt ebben vitathatatlan, kellett a Dárdai Pali is, hogy kijussunk, kellettek a magyar edzők, hogy ilyen játékosok nőjenek ki. Tehát ez egy összetett munka, egy ember harathatja le a babérokat, vagy hát igazából nem ő harathatja le a babérokat, az egész nemzet, de ez egy közös munka volt így is. Látsz-e az EB sikerek után valamilyen fellendülést a magyar futballban? Akár azt, hogy többen szeretnének focizni, akár azt, hogy jobban kelendőbbek a magyar játékosok, akár azt, hogy esetleg nagyobb figyelem van a magyar játékosok irányába, bármilyen szempontból volt itt fellendülés, vagy van fellendülés, vagy sajnos nincs? Hát nem jelentettem ki azt, hogy sajnos nincs. Én azt mondom, hogy hiányoznak a szurkolók a stadionból. Ez az első számú hátrány, amikor egy külföldi játékos ügynök jön és körülnéz, és látja, hogy alig van néző, és teljesen más hangulat, teljesen más képet ad a mérkőzésre, mint amilyen valójában. Tehát azt mondod, hogy igazából a magyar NB1 az sokkal jobb lenne, hogyha mondjuk nem néhány ezer néző lenne, hanem mondjuk 10 000 ezen az átlan nézőszám, hogy 10 000 ember ott van minden NB1-es meccsen, akkor igazából a színvonalat is sokkal jobbnak ítélnék meg a külföldi scoutok és szakemberek? Szerintem akkor a bajnokság is sokkal jobb lenne, hiszen az a 10 000 ember busztítja az egyik vagy a másik csapatot, akkor az iram is annyival jobb lesz, és nem egy edzőmérkőzés feelingje lesz néha egy-két mérkőzésnek.
Én játszottam több olyan városban, több ezer nézőt, Magyarországon is élmény volt játszani, tehát igazából amikor fáradt voltam, se éreztem, hogy fáradt vagyok a szurkolók miatt. Tehát a szurkolók ennyire meghatározók a meccs kimenetele szempontjából? Ők a 12. játékos a pályán. Azt hiszem, hogy ez korrekt, és nagyon tetszik ez a hozzáállás, amit a szurkolók felé mutatsz egyébként. Tehát nem csak az, hogy szóba kell állni velük, meg ilyesmi, hanem az, hogy ennyire fontosak a futballpályán. Tehát, hogyha ezt mondom egyébként minden szurkolónk, hogyha egy kicsit hozzá tudunk tenni bármelyik csapatnak a sikerért, akkor szerintem tegyük meg és menjünk ki ezekre a mérkőzésekre. Viszont a játék színvonaláról is mindenféleképpen beszéljünk. Látható-e mondjuk emelkedés ahhoz képest, amikor te játszottál még az NB1-ben, és az NB1-e azon a szinten, ahol most van? Hát más volt látni, meg átérezni. Kívülről minden könnyűnek, meg egyszerűnek tűnik, mint bent valójában. Én azt mondom, hogy a magyar játékosok ugyanúgy technikásak, sőt, technikásabbak, mint a mi időnkben. És mint láthatjuk, vannak fiatal tehetségek, a kis Szoboszlai, akinek nagyon rúgó technikája van, és ő gyakorol órákon keresztül. Hát. Ha már Szoboszlairól beszélsz, aki nagyon fontos gólokat szerzett most a selejtezőn, neki milyen jövőt jósolsz? Tehát, hogy belőle lehet válogatott játékos, azt hiszem, hogy ez egyértelmű. De hogy azon túl, hogy meddig juthat el, lehet-e olyan jó játékos, mint a Dzsudzsák Balázs, esetleg jobb játékos, mint a Dzsudzsák Balázs, vagy ezt jelenleg nem lehet megítélni, csak bízni lehet egyelőre az ő játék tudásában és a fejlődésében. Hát merem remélni, hogy jobb játékos lesz, mint a Dzsudzsák Balázs, de mint említettem, ez nem csak a játékoson múlik, tehát ott a szerencsefaktornak nagyon nagy százalékon múlik, hogy mi lesz belőle a később évben. Te egyébként melyik utat javasolnád azoknak a játékosoknak, akikkel együtt dolgozol, hogy oda mennek hozzád, hogy mester, kaptam egy ajánlatot, az angol másodosztályba elmehetek utánpótlás csapathoz, vagy maradjak itt Magyarországon, és próbálják meg NB1-es játékos lenni, és miután van egy 30-50 NB1-es mérkőzésem, utána igazolja a külföldre, hogyha valóban jó vagyok. Melyik a jó út, melyik a jobb út a magyar játékosoknak, amíg még fiatalok? Hát, ez mind a képlékeny, tehát a játékostól is függ, mert az a játékos, aki angol labdarúgásnak az őrültje, ő neki mindenképpen érdemes kimenni, mert onnan mindig haza tud jönni. De ha nem tudja fölvenni azt a ritmust megfelelő időben, ami oda kell, akkor már nehezebb kijutnia. Viszont ha itthon marad és megküzd a helyér, onnantól kezdve bármi lehet. Tehát ez mindenkinek az egyéni döntés, én nem tudok ebben a döntést ajánlatot tenni, hisz nem ugyanúgy látjuk a labdarúgást. Világos, de mire ismered az esetleg azokat a karaktereket, és nem feltétlenül az angol labdarúgásra akartam ezt kihegyezni, hanem sokkal inkább a külföldre igazolás lehetőségét vállalnék el fiatalon. Hogyha te ismered azt a karaktert, akkor milyen típusú karakternek ajánlanád? Nyilván az anyuci kedvencének nem feltétlen. De tehát, hogy mennyire kell önállónak lenni, mert nyilván az edzés meg a mérkőzés az életének csak egy kis százalék, amit eltölt a pályán és a pálya környékén. De azon túl élni is kell abban a másik országban. Igen, tehát aki nagyon alázatosnak kell lennie, aki mindent feláldozza a labdarúgásért, az bárhol megtalálja a helyét, és annál előbb önálló lesz. Tehát aki a labdarúgásra szentelte az életét, megtalálja a helyét külföldön is, és ott is megállja a helyét szerintem. És akkor most egy nagy huszárvágással nézzük egy fordulatot. Térjünk egy kicsit a politikai helyzetre. Úgy látom, hogy Magyarországon egyre komolyabb hangsúlyt fektet a politika a labdarúgásra, és a labdarúgás, tehát maga, mint a sport, és a politika rettentően közelít egymáshoz. Mit gondolsz, hogy ez egy jó irány, rossz irány, jó, hogy a politika támogatja a sportot, vagy most már túl közel lépett a sportákhoz a politika? Hát, mivel nálunk nem alakult úgy a múlt, hogy a nép kezébe kerüljön a sport, és mint részvényesek, most tulajdonosok irányítsák a sportot, így azt mondom, hogy szükségünk volt, vagy van a politikára, és jó is, hogy besegítettek, és sok fejlődés és új lehetőségeket kapunk ezáltal, és nem csak a labdarúgásra gondolok.
nyilvánvalóan ez az a futball fejlődését ezt előre fogja vetíteni. De mi lesz, hogyha mondjuk ez a támogatás megszűnik vagy csökken? Lehet-e piaci alapokra helyezni ezt a magyar futballt, vagy valamilyen szempontból az államnak mindenképpen támogatnia kell, hogyha eredményeket szeretnénk elérni hosszú távon? Hát ha eredményeket szeretnénk elérni, akkor nem feltétlenül lesz szükség majd a politikára. Ha vannak eredmények, akkor lesz megfelelő tőke, amiből lehet a későbben önállóbban is fejlődni. Tehát azt mondod, hogy ha megjönnek az első sikerek a politikai támogatásoknak köszönhetően, akkor egyre kevésbé lesz majd szükség a politikára. Tehát, hogy ha mondjuk esetleg bekerülne, mondjuk tegyük fel a videóton a Bajnokok Ligája csoportkörbe, vagy az Európai Liga csoportkörbe, és ez nem egy egyszerű alkalom, de ha mondjuk így 2-3 évente, akkor onnantól kezdve nem lesz szükség állami pénzek bevonására, mert meg fogja oldani a klub is. Tehát erre akarsz így célozni? Igen. Erre szeretnék célozni, igen. Világos. A politika szele egyébként téged is megérintett, még anno az LMP képviselő jelöltje voltál. Ez azért történt meg, mert téged érdekel a politika, szeretnél egyszer résztvevője lenni ennek az egésznek, vagy pusztán csak egy lehetőséget láttál meg ebben? Nem, ez egy baráti felkérés volt Schiffer Andrástól, hisz kevesen voltak Fejéváron, én álltam rendelkezésére, mint nyilatkoztam ott is. Nem mondom azt, nem tartom magam politikusnak, és nem hinném, hogy ott lenne az én. Ezt mondhatjuk, hogy erősen annak köszönhető, hogy a Vasasban játszottál? Igen, onnan van a barátság már 98 óta. Ha ne adj Isten, vagyis ha úgy alakult volna, hogy mégiscsak elnyered azt a képviselő jelöltséget, akkor álltál volna elébe, és akkor megtanultad volna azt a szakmát is, vagy semmiféleképpen te mindig is külsős lettél volna? Hát jó pap, Hotti tanult, tehát valószínűleg beletanultam volna, mert én azt mondom, hogy maximalistának tartom magam ezen téren, tehát nem szeretek semmit sem félváról venni, így valószínűleg beletanultam volna, de minden éppen a sport lett volna nálam az első. A tanulás egyébként mennyire fontos egy edzőnél? Tehát, hogy mennyire kell megelégedni azzal a tudással, amit kapsz mondjuk az edzőképzésen, és mennyire kell magadnak még plusz egyéb szakanyagokat, tudást beszerezni innen, onnan, onnan? Hát ha most világbajnok edző lennék, akkor azt mondanám, hogy nincs rá szükségem. Tehát nem vagyok az. Mindig kell tanulni, mindig tanul újat az ember. Tehát most Amerikától kezdve ők is lomosan fejlődnek. Mindenhonnan lehet tanulni, és érdemes is tanulni. Ezt, hogy mindenhonnan lehet tanulni, ezt úgy érted, hogy nem szabad leragadni mondjuk egy filozófia mellett, hanem figyelni kell az összeset, és ebből kell összegyúrni magadnak valami újat, vagy pusztán az csak azt jelenti, hogy nyitott vagy mindenféle tudásra, és ami megérint, azt majd beépíted a saját edzői munkádba. Hát aminek látom az eredmény, az érdemes kamatoztatni, mert ha most nézzük, hogy a holland labdarúgást követtük éveken keresztül, és most visszatértünk, hogy a hollandoknak is, ők is megrekedtek. Innentől kezdve nem mondhatom azt, hogy egy sémát lenne érdemes követni. Változik a foci, gyorsul, ezáltal nekünk is alkalmazkodni kell ez, és mivel mi nem tartunk még ott, ahol ők, az ő tudásukat kell felhasználnunk. Nyilvánvalóan a trendek változnak. 5-6 évente egészen más futballt látom, vagy más a sikeres futball, ugye a nemzetközi porondot tekintve. Te mennyire előre látható az, hogy most ez a trend fölfelé szálló ágban van, az meg lefelé szálló ágban van, vagy pusztán ez csak a pillanat dönti el, hogy éppen mi az, ami hatásos és sikeres? Hát az, hogy mennyire előlátható az egész, arról azt nem tudnám elmondani. A pillanat sokat számít, de azért mondtam, mindenből a jót kell kivenni, mert lehet, hogy egy másik játékstílus, vagy játékrendszer, vagy egyrészt módszer jobban előre viszi a csapatomat, és amíg látom a fejlődés, akkor az érdemes használni. Említetted, hogy mindenből a jót kell látni. Tehát mondjuk egy vereség olykor-olykor nagyobb tanulsággal ér fel, és mondjuk hatásosabb tud lenni a hosszú távon, mint mondjuk 3 győzelem egy zsinórban? Természetesen, hisz kikaphatunk úgy is, hogy nagyon jól játszottunk, csak azon a napon nem akar bemenni egyetlen egy lövésünk sem, mindenki fele jött. Az ellenfél meg eltölt egy labdát és nyert. Mindig a játékosok hozzáállása, tehát én a játékosaimat, ha tőlük lelkület kiteszik a pályára, akkor egy rosszabbul nem lehet rájuk.
ha azt veszem észre, hogy már nem úgy van, akkor abból kell tanulnunk, és akkor kell változtatnunk. Visszatértünk gyakorlatilag oda, hogy nem feltétlenül az eredmény a fontos, hanem az akarat és az alázat. Én tudom rólad, hogy te nagyon kedveled egyébként a La Liga mérkőzéseket, és figyelsz egyébként ezekre a meccsekre. Hogyha mondjuk azt nézzük, hogy a magyar játékosok karakterileg, és mondjuk a tradícióinkat nézzük, a magyar tradíciót, akkor közel állunk ehhez a latin stílusú futballhoz. Szerinted a magyar futballisták érdemes lenne a magyar futballistáknak ezt a vonalat követni? Tehát latin futball, Portugália, Spanyolország, tehát ezek a magyar karakterek beférnek oda, vagy ez azért túl messze áll a magyar lélektől? Szerintem érdemes lenne ezt követni, hiszen a finesz, ami kell ez a bajnoksághoz, az mind megvan a magyar játékosban. Csak mint hangsúlyoztam, nem vagyunk hozzászokva az, hogy meg kell küzdenünk a helyünket, és itt van a legnagyobb szakadék. Azt látni egyébként, hogy egy magyar játékos külföldre kerül, és mondjuk fél éven belül, vagy mondjuk egy éven belül nem kerül be a csapatba, akkor azonnal tovább áll. Ez a jó út egyébként, hogy igen, hogyha itt nem megy, akkor nézzünk egy másik csapatot, ahol menni fog bekerülni egy másik csapatba, akár mondjuk ez egy gyengébb liga is, vagy pont ez lenne a jó, hogyha meg kell küzdeni nap mint nap azért a pozícióért, hogyha tényleg kihívás, és oltári nagy kihívás bekerülni, akár mondjuk a kispadra is, vagy akár 10 percre, vagy 15 percre egy-egy mérkőzésre. Én úgy vélem, hogy az utóbbi, hiszen így fejlődik a játékos, tehát nem kényelmesedik el, és minden nap 100-110%-ot nyújt, és így a mérkőzésre már 60-70%-os teljesítménnyel is jobban tud teljesíteni azzal szemben, mint hogy héten végig 60-70%-osan teljesít, és 100%-on szeretne dolgozni, ez nagyon ritkán vezet eredményhez. Ha egy játékos külföldre kerül, és megkérdezzük tőle, hogy mi a különbség a magyar futball és a külföldi között, ő mindig azt mondja, hogy az edzéshez való hozzáállás. Te is játszottál külföldön, ezt valóban tapasztaltad, hogy mondjuk Franciaországban, Skóciában, Cipruson, vagy mondjuk Csehországban, ott másképpen állnak az edzés munkához? Igen, mert ott mindenki a legjobb akar lenni a saját posztján, és mindig a maximumot nyújtja, hogy ő legyen az első számú, és nem a másik. És ha esetleg egyszer rosszul szerepel, akkor a másik játékos már is át is vette a helyét, és akkor senki nem akar a padon ülni. Innentől kezdve mindenki a maximumot nyújtja edzésen, még akkor is a gyengébb képességű, addig fog hajtani, míg le nem győzi az ellenfelét. Ez egyébként nem rontja egy picit a csapat egységet? Tehát, hogy nincs ilyenkor félsz, hogy úristen, nehogy aztán elrontsam azt a lövést, vagy azt a 11-est, vagy azt a paszt, mert rögtön ott állnak mögöttem hárman, akik azonnal beugranak a helyemre, hogyha nem úgy teljesítek. Nem, mert nem elhiszem, hogy egy lövés vagy egy 11-es elhibázása miatt fog valaki kikerülni, hisz már látni nagy károkat is hibázni ennek, hanem mivel mindenki a maximumot nyújtja innentől kezdve, ő is fejlődni fog, és a társai is, és mindenki jobb, és nagyon jobb teljesítményt fog tudni nyújtani. Mit tanácsolnál azoknak a játékosoknak, akik most serdülőkorban vannak, hogy mire figyeljenek, mire koncentráljanak legjobban, hogy elérjék a maximumot, amit esetleg csak bennük van az ő testükben, és hozzák ki azt mindenféleképpen a magyar futball és a saját érdekükben? Hát, hogyha ha valamit nagyon jól tudnak csinálni, akkor azt mindenképpen fejleszik tovább, de a legnagyobb hittem az lenne, hogy fogva körmmel ragaszkodjunk azzal, hogy minden 100%, hogy annál nagyobb teljesítménnyel tudjunk véghez vinni. Szóval, Tomás, nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad velünk a gondolataidat, szerintem értékesek voltak, és hogyha ezek a játékosok valóban mindent megtesznek azért, hogy kihozzák magukból a maximumot, akkor szerintem azzal mindannyian jól járunk. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltál velünk a műsorban. Én köszönöm, hogy itt láttam. Ennyi fért a ma esti gólterápiába. A ma esti műsornak mindenféleképpen az a tanulsága, hogy akarattal, szorgalommal és alázattal mindenképpen messzebbre lehet jutni, mint tehetséggel. Jövő héten is lesz gólterápia, tartsatok velem akkor is. További szép estét kívánok mindenkinek. Én Bíró Dávid voltam. Sziasztok! A műsor partner oldala a cégközép.hu, az amigélekén.hu, valamint a lokiblog.eu. Ha tetszett a műsor, nyomj egy lájkot, iratkozz fel, és oszd meg barátaiddal is ezt az élményt.